bemegyünk, megnézzük, hogy hogy készülnek fel az előadásra. A műszaki fiúk azokat a képeket és azokat a dolgokat teszik be, amelyik az első képben szerepel, és majd meglátjátok, hogy kerülnek ezek föl, le, ki az előadás alatt. Ott fölhúztak egy úgynevezett hengeperzset, amin az első szám fog dolgozni. Azt is ilyenkor már fölrakják, azért, hogy az előadás, amikor elkezdődik, akkor folyamatosan mehessen, ne kelljen még plusz megállni és rekvizitálni. Mindent leellenőrzünk, azokat a dolgokat természetesen még tüzetesebben, ami a artisták tulajdonképpen az életük függ azon, hogy azok a drótok, azok a seknék, azok a karabinerek jók legyenek és pontosan legyenek bekapcsolva. Ott szembe, ahol az a LED fal van, az alatt ül a zenekar, 8 tagú zenekar van. Ide benézünk, halált, látjátok? Van a legjobb fény. Itt, oda, ott lát, itt ül a zenekar. Egy német gyerek dalt fogok hallani, jó? Alle meinen Engel, ich will mal auf den See, und dann küsche in das Wald, zähl ich Schwänchen in die Höhe. In alle meinen Engel, ich will mal auf den See, und dann küsche in das Wasser, zähl ich Schwänchen in die Höhe. Joho, do, 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 joho, do, 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 di, joho, do, 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 do. Sok szeretettel. Ő egy erőművész, bizony. És itt egy autó megy át rajta, látjátok? És azt az autót kivezeti? Én. Na, mit szóltok hozzá? Ott igen, én vezetem. Kicsit be is voltam szorulva, szóval ijedve, hogy úgy mondjam, mert azért nem mindig megy át az ember, és az első alkalommal képzeljétek el, hogy ez egy új autó volt neki, nem ismerte, és beakadt az alja. És én ott álltam, se előre, se hátra, ő meg alatta feküdt. Mondom, itt aztán egy kicsi gázfröccsel sikerült átugranunk a dolgon, és lemenni róla, mert egyébként még most is ott feküdne. Csökkent-e mostanában az állatmutatványok száma? Nem csökkent. Tulajdonképpen a cirkusz, a klasszikus cirkuszban az állatszámok ugyanolyan fontosak, mint az artisták, a bohócok, tehát az akrobata, a humor és az állatszám. Ez a három pillére tulajdonképpen a klasszikus cirkusznak. Ebben a műsorban is van állatszám. Most nem vadállatok, hanem kismacskák és vadászgörények szerepelnek. És például mostanában nem láthatunk a cirkuszban oroszlánokat, meg tigriseket. Ezek az állatok miért tűntek el? Ezek az állatok nem tűntek el. Két műsorral ezelőtt is volt egy csodálatos 5 darab fehér tigrissel. Az idom már azt mondta, hogy nyugodtan jöjjek be, és így odaálltam a tigrisek elé. Utána kezdtem gondolkodni, csak hogy az a bal felső az nagyon nézett engem, mert akkor éppen jó súlyban voltam, szerintem már úgy nyalta a szája szélét, de szerencsére nem volt semmi probléma. Ön miért kezdett el cirkuszban dolgozni? Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem az édesapám artista volt, nem egy dinasztia vagyunk, hanem csak az édesapám, és a nagybátyám volt artista, és hát úgy gondolta, mivel gyerekként én is jártam a cirkuszokba, és nagyon megtetszett ez a világ, ugye ez egy gyereknek, ez egy nagyon-nagyon varázslatos dolog a cirkusz, és utána beiratkoztam az artista iskolába, illetve édesapám belt az artista iskolába, és 16 éves koromtól tulajdonképpen a cirkuszban vagyok. 2000-ben fejeztem be az aktív pályafutásomat, és hát egy nagy ajándék az élettől nekem az, hogy én a Fővárosi Nagycirkusz szakmai igazgatója lehetek. Mire számít a jövőben így a cirkusszal kapcsolatban? Hogy... Hát én mindenféleképpen arra számítok, hogy egyre több közönség lesz. Szerencsére a Fővárosi Nagycirkusz tényleg nagyon magas nézőszámmal dolgozott eddig. Most a vírus után természetesen mi is betartva a szabályokat lecsökkentettük a nézőszámot, de nem éljük, hogy ez a dolog minél előbb el fog múlni, és akkor megint teljes kapacitással működhet a Fővárosi Nagycirkusz.
Én úgy gondolom, hogy a cirkusz reneszánszát éli, az emberek szeretik a cirkusz. Fantasztikus varázsa van az élő műsornak. Tehát nagyon jó dolog, hogy az interneten ma már tulajdonképpen bármit elérhetsz, és bármilyen műsort megnézhetsz. De az, amikor te ott ülsz benne a nézőtéren, és pár méterre tőled repül az artista, és te ezt élőben látod, az egy felfoghatatlan érzés. Ma milyen műsor látható? Tündértánc, nővarázs, cirkuszi tárlatvezetés. Ez tulajdonképpen mindent megmond. Egy olyan múzeumba, képtárba látogathat el a néző, ahol különböző festmények vannak, különböző szobrok vannak, a szobrok megelevenednek, a festményekből kilépnek az artisták, és e köré, tehát e köré a varázs, nővarázs köré vonjuk a műsort.